Köszöntelek benneteket a csatornámon, örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. 3 kérdőjeles jóslás október 20-án. Első kérdés az lenne, mik az ő gondolatai? A választ megadja ez a kártya. A második kérdés az lenne, hogy milyenek az ő érzelmei. A választ ez a kártya mutatja. A harmadik kérdés pedig az, hogy milyen lépéseket tesz irányotokba. A választ itt kapjuk meg. A negyedik kártya mutatja a nap energiáját. Az első kérdés az volt, hogy milyenek az ő gondolatai. Itt a képen betegség látható. Az annyit jelenthet, hogy ő beteg, orvoshoz kell, hogy menjen, de az is előfordulhat, hogy neki problémái vannak, és van valaki az ő életében, aki hatást gyakorol őre, és ez őt szomorítja, nem érzi jól magát, ebben a szituációban. A második kérdés az volt, hogy milyen az ő érzelmi világa jelen pillanatban, és a választ ez a kártya mutatja, szimbolizálja itt a nap energiáját. És az annyit jelent, hogy valami megvilágosodik nála, és ezek nem a gondolatai, hanem az ő érzelmei. Neki az egyre világosabb lesz, hogy milyenek az érzései. Ez nem csak a szeretetet, a hűséget jelenti, hanem azt is, ami ő nyomasztja, tehát félelmeket. És pontosan ez idézte elő azt, hogy ő betegeskedik a napokban. Mert ezek az érzések, mint például a félelmek, foglalkoztatják őt a gondolataiban. A következő kérdés az volt, hogy milyen lépéseket tesz irányotokban, és az hamisságot, hazugságokat mutat ez a kép. És ez pontosan az, amit ő jelen pillanatban átél. Ez is lehet az oka annak, hogy ő betegeskedik. Tehát a félelmei és ezek a hazugságok, amit ő jelen pillanatban átél. És erről fog ő beszélni veletek, ő elmeséli ezeket a dolgokat. A mai nap energiáját ez a kép mutatja, annak ellenére, hogy ő nem érzi jól magát. Ennek ellenére megy tovább a lépés, tehát jönnek változások. És ezek a változások jó irányban alakítják a dolgokat. És ez volt a 3 kérdőjeles jóslás. Köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!